Óbecse község megoldotta az ingyenes oktatásra jogosult általános iskolások tankönyveinek problémáját, mondta az óbecsei önkormányzat elnöke dr. Vukradojevics. Ez az intézkedés a szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekeire, a három vagy több gyermekes családok gyermekeire, a fejlődési nehézségekkel küzdő, a ritka betegségben szenvedő gyermekekre és az egyszülős családok gyermekeire vonatkozik. Mintegy 700 másodiktól 8. osztályos diák kap tankönyvet szerdáig, ismertette a helyzetet a községi elnök. Ezt az intézkedést az Oktatási Minisztérium hajtja végre, és minden helyi önkormányzat hálás ezért a minisztériumnak, hogy ingyenesen biztosítanak tankönyveket az említett kategóriák diákjainak. És hogy hogyan is történt a félreértés ezzel kapcsolatban, nevezetesen, hogy Óbecse község biztosítsa az ingyenes tankönyvek beszerzésére szükséges eszközöket. Az Oktatási Minisztérium valamikor februárban a helyi önkormányzathoz fordult azzal a kéréssel, hogy küldjük el a határozatot az ingyenes tankönyvek finanszírozásáról Óbecse község területén, amit abban a pillanatban Óbecse község nem tehetett meg, mivel nem volt meg a határozat ezzel kapcsolatban. Így nem válaszoltunk erre, és nem küldtük el a határozatot. Mi az első osztályosok ingyenes tankönyvének beszerzéséről szóló határozatot májusban hoztuk meg. Ez volt tehát valójában az oka a félreértésnek, és ez vezetett ehhez a helyzethez. Mi azonban megfelelően reagáltunk. Az igazgató aktívája szeptemberben értesített bennünket arról, hogy az említett kategóriákba tartozó gyerekek nem kapták meg az ingyenes tankönyveket, mi pedig rövid idő alatt megtaláltuk a modellt, a törvényes előírásokat betartva is biztosítottunk valamivel több mint 8 millió dinárt, hogy mint község megvásároljuk a szükséges tankönyveket ezeknek a gyerekeknek. Mintegy 700 gyerekről van szó, 391 szerb és 295 diák magyar nyelven, másodiktól 8. osztályig. Amit azonban elfogadhatatlannak tartok, az, hogy egyesek olyan szintre süllyednek, hogy örülnek annak, hogy lehet, hogy egyes tanulók nem fognak ingyenes tankönyvet kapni. Ez számomra érthetetlen. Emberként és szülőként egyaránt. Nem tudom megérteni azt, hogy polgártársaink elsősorban a közösségi hálón keresztül valahol örülnek annak, hogy valaki esetleg nem kapja meg a tankönyveket. Hát kijelentem, hogy minden gyerek meg fogja kapni, mert mi, mint felelősségteljes helyi önkormányzat, megtaláltuk a módját, a modellt, és biztosítottunk eszközöket. Minden tankönyv szerdáig eljut az összes iskolába, és az összes tanulóhoz, akik jelentkeztek. Minden iskola a doszitej rendszeren keresztül pályázik az Oktatási Minisztériumnál, és közli az ingyenes tankönyvekhez való jogot gyakorló tanulók számát. Az óbecsei általános iskolák időben és szabályosan nyújtották be a pályázatokat, mondta Óbecse község elnöke. Meg kell említenem azt a tényt, hogy mint helyi önkormányzat az utóbbi időben nagyon sok figyelmet szenteltünk az oktatásra, mert ez egy nagyon fontos szegmens, amit rendkívül tisztelünk, és amely az aktivitásaink középpontjában van, nem csak az infrastrukturális munkálatok esetében, azaz az óbecsei általános és középiskolák épületei esetében, hanem a családtámogatást is rendkívül fontosnak tartjuk. Annak érdekében, hogy a családok könnyebben iskolázhassák gyermekeiket. Emlékeztetőül elmondom, hogy első alkalommal biztosítottuk az ingyenes óvodai szolgáltatást mintegy 1000 gyermek számára Óbecse községben. Ingyenes tankönyveket minden elsős tanuló számára, ingyenes utazást minden községbeli középiskolás számára. Első alkalommal volt ingyenes az érettségizők buli estje is, minden végzősünk számára. Ezek tények, amelyek a legjobb módon tükrözik a helyi önkormányzat felelősségteljes hozzáállását az oktatás ezen szegmenséhez Óbecsén. Szeretném tehát ezúton meggyőzni mindazokat, akik a félinformációk alapján szerették volna a nyilvánosságot félrevezetni, hogy a problémát megoldottuk, és nem futunk el a problémák elől. Hiszen a mi munkánk az, hogy megoldjuk a problémákat, amit ebben az esetben is megoldottunk. És még egyszer kihangsúlyozom, hogy biztosítottunk eszközöket, és minden erre jogosult gyermek szerdáig megkapja az összes tankönyvét ingyenesen.